Ki ne szeretné, ha elkészítenék lirai portréját? Titkos vágy ez, vagy nyíltan vállalja, és kiül egy asztalhoz, egy költővel szembe, aki verset ír neki, semhogy lefesse. Mi az a egy-két fontos dolog, amit magadról el szeretnél mondani? Még nem biztos, hogy belekerül, de könnyen megszeretnél. Nem szeretnél. Akkor rajzol. Jó! Nem tudom, mi a fontos. Hát, mert ha így nekiszegezik a kérdést a múzsának, az legalább olyan szokatlan, mint a költő számára egy idegen ember bezárt univerzum felfedezése. A költőnek meg kell birkóznia a legkötöttebb versformák egyikével, a szonettel. Az esemény meghirdetésének szövege így szól. Az érdeklődőkről szonettportrét rögtönöz, egyedemese László Noémi, Szálinger Balázs, Bálint Tamás, Karácsonyi Zsolt és Márkus András. Néha monoton ismételgetésnek tűnhet egy-egy költemény, nem volt lehetséges az újraolvasásuk. Persze első olvasatra, beható elemzés, sőt akár a teljes megértés igénye nélkül is rendkívül élvezetesek és hatásosak voltak. Majd találgathattunk, kié a szonett, a múzsáé vagy a költőjé, emberi mélységben utazó verssorok, vagy csak szonettköntösbe bújtatott karikatúrák. Gyöngy, kék. Bátori Erikának. Megfordítva a saktáblát játszik. Gyöngy karkötője, mint a nevetés. Magáról nem szól, amit szól, kevés. Szemében a lángvirág kivirágzik. Szemében ki nem mondott szó, pedig szemében üres fészekben csicsergés, hosszú utakon feledés, titkok és minden történet. Másokkal telik, átírták a nevünket, nem hiszem, hogy átírható bármi is, a kékség elringatja a szürkét, feketét. Körre most vízzel, ecsettel viszem. Bátori Erika neve, a vétség, feloldódik a gyöngy, a bút, a vég. Egyedemese kedves melegségét hozta, Márkus András a provokatív lírát, Szálinger Balázs mélységes utakra vitt, Bálint Tamás fegyelmezetten lantolt, László Noémi eljátszott múzsáival, Karácsonyi Zsolt alapossággal strófált. Éva verse. Éva kedves, furcsa délutánon, szóljon hát önhöz ez a kényszer szonett, míg kényszerítem, hogy itt pózban álljon a tintaszínű laptopon meget. Kisasszony úr, mit olvajt a szonettől? Jó volna tán benézni most magába, vetkőzhet, kezdődjön hát e perctől a női testnek önnön orgiája. Hogy férjes asszony, ez persze tisztelem, de nem tagadhatom meg állattól az étket, főleg a házi, az állat és az étek. Szökjön bizalommal hát meg velem, a házi nyúlnál nincsen délcegebb vad, kiváltképp, hogyha nem hátrál, de támad. Ha beszorozzuk a hat költőt a 21 néhány múzsával, mellé tettük a poénos ráadásokat, egy sziporkázó, bravúros játéknak lehettünk részesei. Legyen büszke örökkön a vasút, melynek ő lett vaskerekes kis őze. Egyszer szökel, másszor robogva fut, s félreugrik a lomha fény előle. Legyen szent a tövisi állomás, többé nem lesz soha magára hagyva, szebb szemekkel nem látta senki más, mindig új fény került a vakolatra. Várandós volt, és még nem tudta, mit kap. Várandós volt, és még nem tudta, mit kap, nem is volt a hasában nagy csoda. De vitt mellé egy félszeg holtomiglant, és az állomás ettől lett palota. Szerencsés a, hogy van? A lapozok, szerencsés a férfi, akinek ő jött, fülkében szüretelt nagyszemű szőlőt.